A mezőzombori Telenkó Tamás néhány esztendővel ezelőtt a munkahelyén egy rendrakás és takarítás alkalmával a hulladék kupac között értékes csavarokat, láncokat talált. Ekkor jött az ötlete az alkotónak, hogy a műhelyben két kis gépjavítás között a mások által használhatatlannak vélt alkatrészekből, hajtóláncokból, csavarokból, csapágyakból, elhasznált dugattyúkból, csapágygolyókból, rugókból és hegesztőpálcákból motorokat, robotokat és állatokat készít. Legelső műve egy robot volt, amelyre szívesen emlékezett vissza a beszélgetés alkalmával. Ez csak egy rögtönzött ötletből jött az egész. Egy munkahelyen eltöltött unalmas délután, amikor semmit nem volt csinálni, kitaláltuk, hogy takarítsunk össze. Ugye rendrakás, minden szemetet, ami másnak szemét is megmaradt hulladék, azt az asztal közepére összegyűjtöttük, hogy majd megy a szelektívbe. Csak hát ugye úgy gondoltam, hogy ennek lenne egy kicsit humánosabb felhasználási formája is, mint az, hogy elmenjen esetleg a mélytelepre, vagy újra legyen hasznosítva esetleg kanálként, vagy bármi másként. Úgy gondoltam, hogy lehetne belőle csinálni valami ötletes dolgot is, és az egész ennek a kapcsán kezdett szárnyra kelni. 3 évvel ezelőtt durván, akkor kezdtem el ugye ezt az egészet, és egy robot kelt életre a sok lánc rengetegből. Közel áll hozzám a vas, a Terminátor, és valahogy ez így állt össze a kép. Nagyon sok kategóriája van. Ugye a legtöbb az, ami elkészült műből, az a kislányomnak köszönhető, az ő saját külön kéréseire kerülnek ezek megszületésre. Tehát a kislányom kérésére születnek meg ezek a dolgok. A páva az egy baleset folytán sikerült, hogy ő megszületett, ugyanis bosszankodtam, hogy nem találok se semmit a műhelyben, sikerült felrúgni az alátétes dobozt, és hogy elterült a hegesztőpálcán a rengeteg alátét, úgy kirajzolódott a páva formája, és akkor azt mondtam, hogy ezt most meg kell, hogy csináljam, és ennek életre kell, hogy keljen. Tamás egy kisgépszervízben dolgozik, azonban ez nagyon kevés lenne ahhoz, hogy ilyen különleges alkotásokat készítsen. Középiskolában fodrásznak tanult, ahol mindig az egyediségre és a különleges hajköltemények készítésére törekedett. Sokat járt megmérettetésekre, rengeteget gondolkodott új megoldásokon, talán ezek látszódnak a nagy gonddal elkészített szobrokon is. Úgy látom benne, hogy a kollega félredob egy alátétet, egy rossz eltörött, elhajlott csavart, és akkor szoktam... Azt nem, mert ebből kisvasút lesz, ebből hajó lesz, ebből madárka lesz. Tehát úgy sokszor belelátok az alkatrészekbe, hogy nekem az hova illene be a kis magányos világomba. Mezőzomboron az alkotóházban Radó Béla, a település polgármestere biztosított helyet Telenkó Tamás alkotásainak. Eleinte, amikor ez az egész elindult, én azt hittem, hogy ez megmarad saját családom belül, a kis műhelyembe, gyönyörködünk benne, gyönyörködnek benne a rokonok, a gyerekek, és ez ott egy ilyen kis bezárt világba fog maradni. Aztán úgy néz ki, hogy ez saját életre kelt, és szeretné, hogy menjen tovább. Nagyon kedves barátom bejött hozzánk a szervízbe, beszélgettünk, és akkor meglátta, hogy éppen valamit alkodok. Rákérdezett, hogy mi ez, elmeséltem neki, és akkor mondta, hogy máskor is szoktál ilyet csinálni. Mondtam neki, hogy persze, megmutattam a fényképeket, átnéztük az albumot. Akkor annyiba maradt, hogy nagyon szép, nagyon jó. Aztán kaptam tőle egy felkérést, hogy mi lenne, hogyha ebből ők csinálnának egy kiállítást. És így indult el ez az egész. Telenkó Tamás a későbbiekben egy időszakos vándorkiállítást is tervez az elkészült alkotásaiból, hiszen szeretné másoknak is megmutatni azt, hogy milyen szobrocskákat készít szabadidejében.